folyamatosan a terhesség alatt változik a kismamáknak az állapota, akkor is, hogyha egészségesek, és ebben az esetben, amikor valamilyen endokrinológiai problémájuk van, ezek az állapotok sokkal fokozottabban megfigyelésre szorulnak. Főleg az inzulinrezisztencia és a terhességi cukorbetegség mellett van szükség arra, hogy a terhességet és a magzatnak az állapotát és a méreteit gyakrabban ellenőrizzük. Először is azért, hogyha a cukor szintje nem jól van beállítva a terhesnek, akkor a magzatnak a fejlődési és növekedési üteme eltérhet a normálistól. Ezt időben észre kell venni, és szükséges korrigálni kell. Amennyiben a terhesség eljutott körülbelül a 26-28 hetes korig, onnantól kezdve pedig a cukorbetegség mellett jelenlévő és előforduló ér problémák miatt, amik sajnos a mélepényre is kihatással vannak, onnantól kezdve pedig azt kell néznünk, hogy megfelelő ütemben fejlődik-e a méhen belül a magzat. Arra kell elsősorban figyelni, hogy ezek a endokrinológiai kezelést szükségessé tevő paraméterek, tehát a vércukorszintek, a vércukorszinttel kapcsolatosan a vérnyomás, a keringési állapot, már az anyának a vérnyomás, a keringési állapot, az erek állapota megfelelője, a magzatnak a szempontjából ezek is nagyon lényeges paraméterek, viszont az is nagyon lényeges, hogy esetleges anyai diabétesz esetén a magzatnak a megfelelő fejlődését a 10-es millimol alatti vércukorszint biztosítja a legjobban, de túl alacsony, túl magas vércukorszint sem igazából jó. És ezen kívül még nagyon lényeges, hogy a magzatnak a megfelelő ütemű méhen belüli fejlődését nyomon kövessük, mert amennyiben a lepénynek a működése valamilyen paraméter nem teljesen helyes beállítása miatt nem megfelelő, akkor elmaradhat a fejlődésében, akkor ezeken természetesen nekünk azonnal változtatni kell, és ennek megfelelően a kezelést módosítani szükséges.